Óvodabált tartottak a Brunswick Teréz napközi otthonos óvoda alapítványai szülői szervezete szervezésében a Hotel Termál Shakespeare termében. Kettős célt szolgál az esemény, egyrészt a szülői közösség összekovácsolását, valamint az óvodai alapítvány bevételének növelését is fontosnak tartják. Múzeumpedagógiai bérletet vásárolunk belőle, van, amikor autóbusz kirándulásnak az autóbuszárát fizetjük ki, fizettünk már fellépő művészeket, akik báb előadást vagy dramatizált előadást mutattak be a gyerekeknek, és játékot is vásároltunk már, udvari játékot. Tehát tényleg ez a bevétel, sőt az óvodai galériák is még az előző óvodabálok bevételeiből lettek megvásárolva. Minden, tényleg ez egy nagyon komoly elszámolást igénylő folyamat, több szem felügyeli ezt az egészet, és tényleg mindig a gyerekek javára fordítjuk a bevételt. A több évtizedes múlttal rendelkező óvodabálon visszatérő vendégek is voltak, akiknek a gyerekei most pedig már unokái járnak az óviba. Az eseményen nem csak a szülők, hanem a pedagógusok, illetve baráti társaságok gyűltek össze közel 80-an. A kislányunk oda jár, és mivel már nagy csoportos, ezért utolsó évben tudunk részt venni. Minden évben voltunk, és úgy gondolom, hogy ezzel tudjuk igazán anyagilag támogatni a gyerekeket, illetve az óvodát, mivel csoportból közösen jöttünk szülőkkel, ezért egy jó bulinak is gondoljuk, és úgy vagyunk vele, hogy így a barátságok talán erősebbek a szülők között is, nem csak a gyerekek között. A megnyitó után a bál programjában az Új Színpad Egyesület tagjai mutatták be kabari előadásukat. A vacsorát követően tánc, majd tombola sorsolás színesítette az estét. A tombola nyereményeket Hévíz, illetve Keszthely lakosai ajánlották fel.